Újoncként a biztos bennmaradást tűzte ki célként a bajnokság előtt a nyíregyházi együttes. Erre még minden esélyük megvan a cápáknak, de egy kis szerencsével akár már az alapszakasz végén bebiztosíthatta volna az élvonalbeli tagság meghosszabbítását Pető Ákos együttese. A megszerzett 9 győzelem a korábbi években bőven elég volt a nyugodt rájátszáshoz, a vereségek között pedig 5 olyan is volt, amikor 1 vagy 2 pont döntött az ellenfél javára. Kicsit kettős érzéseim vannak, hiszen bármilyen újonc csapat azt gondolom, hogy 9 győzelmet előre elfogadna, hiszen az utóbbi éveket végignézve 1-2-3-4 győzelemekkel végeztek az alapszakaszban a frissen feljutók, talán egy kivételtől eltekintve. Viszont évelején mi azt nagyjából azért kiszámoltuk a szakmai stábban, hogy ez a 10 az a bűvös szám, amivel talán már lehetnek olyan esélyeink, hogy elkerüljük az alsóházat. Hát idén ez 11, úgyhogy látszik, hogy mennyire kiegyenlített és komoly bajnokság az idei is. Tulajdonképpen amúgy egy győzelmen, vagy egy mérkőzésen múlnak az alsó-felső középházas helyezések, így volt ez velünk is. Sajnálom, hogy nem sikerült, de most már teljes erővel azon készülünk, hogy az alsóházban egy kis előnnyel indulva, de könnyen bent tudjunk maradni az első ligában. Az alsóházi tabellán a Zalaegerszeg és a Nyíregyháza 9 győzelemmel áll, a Pécsnek 8, az atomerőmű esélynek 7 sikere van. Oda-vissza játszanak egymással a csapatok, és a két utolsó helyezetre egy 2 győzelemig tartó párharc vár majd a bennmaradásért. Mivel mind a csapatok, mind a játékosok jól ismerik egymást, sok változtatásra nem lehet számítani a rájátszásban. Talán apróságokat lehet, tehát egy-egy ilyen speciális szituációra lehet készülni támadásban és védekezésben is, de igazából olyan nagy család ilyenkor már a csapathoz nem lehet hozzátenni. Mondom, apró húzások játékostól és edzőtől is ilyenek beleférhetnek. A két cápák az elmúlt héten a Magyar Kupa negyeddöntőjében kikaptak a Kecskeméttől, így pénteken, így szombaton már nem léptek pályára. A klub vezetése igyekszik mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb állapotban vágjon neki a csapat az előtte álló 6 meccsnek. Volt a héten mind a szakmai stábban, mind a játékosokkal egy kis beszélgetésünk, ami tényleg nem arról szólt, hogy még jobban súlykoljuk, hogy mennyire fontos ez, hanem azt, hogy mik azok a nüansznyi dolgok, amiben mi tudunk egymásnak segíteni, én a játékosoknak, vagy a szakmai stáb a játékosoknak, vagy fordítva. Nem lesz egyszerű, nyilván visszük magunkkal az alapszakaszbeli eredményeket, úgyhogy minden mérkőzésnek tényleg dupla értéke van, tekintve, hogy mi az első két mérkőzést hazai pályán játsszuk, úgyhogy ha megvan, akkor az egy nagyon-nagyon jó kezdés volna. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks pécsi VSK mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20:30-tól láthatják a találkozót.